Nagyon sok kérdést kapunk parkolással kapcsolatban, mert nagyon sok parkolási bírságról számolnak be a felhasználók. Lényeg az, hogy Horvátországban csak olyan helyen próbáljunk parkolni, ami kijelölt parkolóhely. Vrüböniknél vagyunk egyébként éppen, tehát maga a kamera mindjárt mutatja, a szabad parkolóhely ugyan nincsen, de mindenféleképpen kell fizetni. Itt a delikvensek próbálkoznak benne, tehát szabad parkolóhely ugyan nincsen, de fizetni kell a parkolásért. A jó hír egyébként az, pont egyébként az előbb szentségeltem, hogy nincs elég apró pénzem, hogy papírpénzzel is lehet fizetni. 5 kuna egyébként a parkolásnak a díja. Nagyon jó egyébként, csak 20-ason van. És ilyenkor van az a probléma, hogy az embernek nincs elég apró pénze, vagy túl nagy a papírpénze, hogy akkor kell venni minden egyes helyen egy képeslapot, hogy tudjon parkolni. Szóval minimum egyébként 5 kunát kell bedobni. Nekünk van 2, 3, 4, 5, 6, 7 kúnánk van. Az azt jelenti, hogy rendelkezésre álló idő lesz az... Na, ez nem működik éppen. Tehát most már csak 6 kúnánk van. Hát szóval ezt nem veszi be. Jó, és akkor itt is van, hogy 12.47-ig szól a jegyünk, úgyhogy ezt ki kell rakni. Ha nehogy Isten találunk parkolóhelyet, akkor ezt itt tudjuk megváltani, tehát nem minden pénz fogod el az automata, viszont a nagy pénzeket szívesen beeszi, úgyhogy itt parkoljunk Horvátországban. Parkolási problémák Horvátországban. Krükszigeten vagyunk a Solina öbölnél. Mögöttem tökéletesen látható egyébként, hogy parkolási díjat kell fizetni, ki is van írva, hogy 15, illetve 30 kuna a parkolási díj, viszont parkolóra nincsen. Hál' Istennek egy olyan szituációban vagyunk, a kamera mindjárt követ engem, hogy parkolóhely az bőven van, tehát végre egy olyan helyen járunk, egyébként mögöttem lehet látni, parkolóhely van, parkolási díj van, azt meg is kell fizetni, parkolóra nincsen. Úgyhogy nagyon óvatosan bánjunk ezekkel a parkolási megoldásokkal, biztos lesz rá megoldás, biztos lesz büntetés, és mindenféleképpen figyeljünk oda ezekre a problémákra. És nagyon fontos megjegyezni, hogy csak kijelölt parkolóhelyen parkoljunk, és fizessünk pontosan parkolási díjat. Na, és Baskán vagyunk, ha Baskán szeretnétek strandolni, akkor itt van a központi parkoló. Ritkán fordul velem elő, eltévedtem Baskán, viszont képzeljétek el, a Horvátország infon az összes fontosabb nyaraló településnek a GPS koordinátája fönt van, úgyhogy nem tudtam mit csinálni, bent a városba kicsit elkolbászoltam. Menjünk oda a Horvátországi Infót, és a Krükszigeti oldalon, itt a Baska oldalon megtalált pontosan ennek a parkolónak a GPS koordinátáit, és akkor a szokásos művelet, 8 kuna óránként a parkolás. Ezt már nem muszáj felvenni egyébként, de nyugodtan maradhat még, helyünk van. Azt mondja, hogy 4 kunánál tartunk. Egyébként egy csomó magyar kocsi van mellettünk, jobbról-balról magyarokkal vagyok ki tapétázva. 9. Délig szól akkor a izénk. Hol vagyunk? Ticketkárta. Úgyhogy pillanat. Igen, pontosan 12-ig vagyunk Baskán. És hogyha tetszett a videónk, akkor itt alul tudtok feliratkozni a YouTube csatornánkra. Nézzétek a Horvátország infos videókat, nézzétek a Horvátország infót, és nyaraljatok velünk Horvátországban. Viszlát!